Üdvözlünk minden kedves nézőt a következő mérkőzésen. Ugye láthattuk, hogy a Team Liquid és az Ecofox csapott össze az elsőn, amit sikeresen megnyert az Ecofox. Most pedig a visszavágó következik, a második mérkőzés. Jó magam, Livius vagyok, és velem van kedves szakmai elemző kommentátor pozícióban kedves kollégám, Edi! Szia, Edi! Szervusz, Livius! Ismét köszöntöm én is a nézőket. Hát igen, a Team Liquid csapata megint kikapott. Buci barátunk ezt nem is bírta tovább. Hazament. Igen, és szerencsére a Team Liquid csapatának talán Thanatos is most kicsit félreült, hogyha esetleg mégis azt az Olafot választanák, akkor ne tudjon belenyúlni a monitorba. Hát nála is van egy monitor, szóval végül is meg tudja szerintem oldani, hogyha mindenképpen ez lesz a probléma. Mit gondolsz, Eddie? Szerinted a Team Liquid el tud vonatkoztatni ettől a csapatkompozíciót, hogy két kézre ragaszkodnak és új dolgot felmutatni? Vagy leírhatjuk őket? Az előző nap tapasztalatai alapján nem, hiszen akkor is egy vesztes kompozícióból megint csak ugyanazt hozták el. Most annyiból változott a dolog, hogy az Ecofox csapata tiltotta Olafot Jean-nel egyetemben. Így van. Közben itt vagyunk ugye a választási és tiltási fázisban. Jean és Olaf, és az Ecofox tiltotta az Olafot. Igen. Reynovert úgy tűnik, hogy meggyőzte a teljesítménye Reynovernek az Ecofoxot, és Ryze a másik oldalon pedig Camille, Rengar és LeBlanc. Nem is néztem rá a monitorra, úgy mondtam meg. Igen, a kötelező piros oldali tiltásokat láthattuk. Még ugye azt láthatjuk, hogy az Ecofox csapata lecsap Varusra. Így van, úgy tűnik, hogy a lövész pozícióra helyezik a hangsúlyt. Nem akarják odaadni Pigletnek szerintem azt a Varust, inkább ki is játszom vele. És ezzel most Pigletnek elérhető az a Jean, amivel az előbb nagyon magabiztos teljesítményt nyújtott. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Team Liquid... Nem elérhető, mert tiltották. Igen. Így van. Tehát akkor nem gondolom úgy, hogy a Team Liquid elhozza, viszont S. Pontosan ezt akartam mondani, hogy akkor elérhető egy S, elérhető mondjuk Zyra. Nem is kell többet mondanom, akik nézték mostanában az NALCS-t, tudják mit jelent az S, Zyra kompozíció. Nagyon nagy sebzést, rengeteg kábítást, és megfelelő összedolgozási képességet. Igen, elhozhatják, viszont mindenképpen mérlegelnie kell a Team Liquid csapatának, hogy megéri-e rögtön másodiknak egy támogatót választani. Adott esetben jó lehet, de igen, mondjuk Kazix. Lehet, hogy észszerűbb döntés mondjuk, főleg a választás első szakaszában a Kazix választás, vagy mondjuk egyébként egy középső ösvényes volt még az, amit el tudtam volna képzelni. Megint a Vladimir, láthatjuk, úgy tűnik, hogy a Kérdiennek nagy fóbiája, ez a Lux Vladimir választás, hogy ő Lux dzsungelbe akar menni, mondjuk. Egyébként meglepődtem, hogy az Ecofox nem azonnal Kazixot tette rá a voksát. Tehát amit a Kérdien művelt fel az előző mérkőzésen, meg amennyire erős most... Ja, hogy értem, szóval az volt a kompozíció, tehát a stratégia, hogy akkor odaadjuk a Liquidnek Kazixot, hozzák csak el nyugodtan, mi pedig ugye rátesszük a kezünket arra a cicusra. És maradtam kedcs. Hát régen nem láttuk már Nidalit. Így van. Ezt mindenképpen el kell mondanunk. Megmondom őszintén, nem is tudom, hogy Észak-Amerikában láttunk-e már egyáltalán. Nem volt. Igen, mert Graves-eket láttunk már, ugye Lee-színeket, Kazixokat, Rek'Sai-okat. Egy-két Kazix. Mind szokta hozni, de Nidalee egy nagyon érdekes választás, és az Ecofox csapata, ők viszont támogatót választanak harmadikként, ami nem más, mint egy Tahm Kench. Így van, a Tahm Kench ugye az előző mérkőzésen nagyon magabiztos teljesítmény nyújtott gép. Ugye szemben Mattnek a trash-ével, ami nem azt mondom, hogy nem volt magabiztos, csak azt mondom, hogy azok a hiába találtak a halálos ítéletek, mert gép bekapta és már vitt és a lövészt. Team Liquid, tiltás, Twisted Fate. Szinte már kötelező Frogger ellen tiltani ezt a Twisted Fate-et, mindenki úgy gondolja. Viszont Anivia még egyelőre ugye nem került a tiltó listára. A másik oldalról pedig Lurlo kezei közül tiltottak el egy Fiórát. Úgy gondolják, hogy Jace-t hozott, akkor most Fiórát fog. Viszont Jace-t eltiltott a Team Liquid. Igen, és ugye eddig nem beszéltünk a Team Liquid harmadik választásáról. Corki. Ami nem más, igen, mint egy Corki. Láttuk az előző mérkőzéseken, vagy akár az előző heteken is, hogy milyen sebzés az, ami egy középső ösvényes Corkiban lakozik. Nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolhatja a mérkőzés alakulását. Uh-huh. Annak függvényében, hogy például milyen hamar készíti el a hármasság hatalmát, mikor kapja meg azt a sebzés bónuszt, amivel az a tárgy felruházza őt. Egy jó választás, ahogy ugye már beszéltél az Zyra választásról is. Igen. Ez ugye átment a tiltási rostán, és a Team Liquid csapata le is csapott rá. Szemben Karmával egyébként. Ugye Karma nem jutott át, az Mattől tiltották el valószínűleg, mert eléggé maga biztosan tud vele játszani. Viszont kérdés, hogy a Team Liquid mit fog csinálni ezzel az S-Zyra kompozícióval, mert úgy, hogy van egy Tahm Kench,
úgy alapvetően megrendül ez a kompozíció. Ugye eltalálhatod Loopert. Oké, rajta kristenyévesző. Oké, jön a lekötözés. Használjuk a képességeket, de akkor Tamkincs bekapja. Persze, hogyha Tamkincs lesz a célpont az elején, az már egy másik dolog. És Shen érkezik Looper kezei közé. Mostanában gyakorta játszák pedig ezt a Shen Kha'Zix kompozíciót, hogy az egységben az erővel megvédjük Kha'Zixot. Na, Froggen, a kedvenc kis karakterét, azt a kis szárnyas madárkát, Enniviát kapja meg végül a kezei közé, amivel egyébként eddig nem túl magabiztos teljesítményt mutatott idén. Igen, 4 mérkőzésen láthattuk az ő kezében, mindenből összesen egy meccset zsebeltek be. Ez nyilvánvalóan azért nem csak Froggenen múlik, hanem hogy az egész csapaton. És ez nagyon kíváncsisággal tölt el, hogy most hogyan fog muzsikálni a Fox, hiszen nem véletlenül hozták el azt a Nidalit, viszont a Team Liquid csapata is rendelkezik már az utolsó választásával, ami nem más, mint egy Maokai. Ugye ma is szó volt már erről, Maokai a League of Legends-ben, az idézők szurdokában a tank, gyakorlatilag egyé fort ezzel a neve. És amíg ugye a Fox oldalán ott van az a Tahmkench, addig nem szabad figyelmen kívül hagyni Zyra-nak, ugye Matt Zyra-jának azt a bónusz sebzését, amivel ez a hős rendelkezik. Így van. Kicsit ugye figyeljük meg Froggennek az Anivia választását. Most a gyorsítás ugye egy kis gyengítésen esett, tehát ennek ellenére bizonyos hősök még mindig használják a középső ösvényem. Tehát nagyon érdekes lesz, hogy mit fog ezzel majd kivitelezni. Illetve Froggennek például a FlyQuest ellen is pontosan ugyanez volt. Hogy a második mérkőzésre Froggen elhozott egy Aniviát, ott ugye vereséget szenvedtek, és a harmadik mérkőzésen egy olyan Orianna játékot tudott bemutatni, ami, hát én megemeltem előtte a kalapomat konkrétan, tehát nem akarom azt mondani, hogy lehetséges, hogy a történelem ismétli önmagát, de majd meglátjuk. És íme a csapat kompozíciók. Igen, az Echo Fox csapata mindenképpen a tankosságra helyezi a hangsúlyt, megtámogatva ugye egy olyan hőssel, aki még pluszban tud gyógyítani, ki ugye nem más, mint Nidali. Ezzel szemben a Team Liquid csapata is rendelkezik tankossággal, és szerintem megvan az a fajta sebzés a csapatban, amivel ezt az Echo Fox tankosságát átüthetik. Mint Kha'Zix, mint Corki, mint pedig Ashe vagy Zyra révén. Határozottan, ebben egyet kell, hogy értsek veled. Nagyon kíváncsian várom, hogy ez a Tahmkench választás hogyan térül meg ezen a mérkőzésen. Ugye most nincs ott Ryze például, tehát nincs ez a kettős érkezés. Oké, ott van Loopernél Shen, tehát az egységben az erővel abszolút megoldható, hogy mondjuk Gate beviszi magával Akkadiant, akkor érkezik Shen végső képességgel és per vagy teleporttal, és akkor már is ott van 3 ember, tehát a kompozíció annyiban nem különbözik, de azért mégsem egy Ryze végső képesség, ahol 4 embert is hozhatsz, vagy azt hozol, akit akarsz, hiszen csak Looper van. Közben ugye megérkeztünk az idézők szurdokába, ahol az Echo Fox Team Liquid második mérkőzése vette kezdetét. Íme a kulcsmesterségek. Igen, a kulcsmesterségeknél ezen a meccsen most már látható az, hogy a halhatatlanok szorítása megint előnyt élvez. Ugye még az Echo Fox támogatója sem érkezett a Kolosszus Kurázsiával. Mindenkinél, aki ugye tankos, halhatatlanok szorításával rendelkezik. Ez egy fontos tény lehet, ahogy az is fontos tény lehet, hogy ez a Tahmkench remekül meg tudja akadályozni mondjuk Piglet vagy Matt kezdeményezéseit, hiszen hogyha mondjuk Ashe meglépi azt a 6-os szintet, és betalál a kristálynyilvesszőjére, vel, akkor is Gate könnyen megmentheti a lövészét ilyen nehéz pozícióból is. Igen, abszolút így van, de ugye, mint már egyszer kiemeltem, hogy lehet, hogy Gate lesz a célpont a játék korai szakaszában, például 6-os szinten, ugye? 6-os szintet meglépi Piglet, Matt-tel elkezdik, és akkor ugye ott lesz a romláslánc, meg tud rá válaszolgatni, de nem lesz az óriási megmentési lehetőség, hiszen Gate már ugye le lesz kötve a kristálynyilvesszőnek köszönhetően. Valamiért úgy érzem, hogy a Team Liquid ezt szeretné erőltetni ezzel a kompozícióval, mert ugye Tahmkench volt először kiválasztva, arra érkezett a Zyra, hopp, közben Akkadian itt belepofátlankodik a Team Liquid dzsungelébe, és meg is találja a vörös szederhátat, ezt viszont látja Rain Over, tehát eldöntheti, így van, megy is az ellenséges vörös szederhátra, te elhozott tőlem, én elhozott tőlem, legyünk testvériesek. Erre viszont nincsen őrszeme az Echo Foxnak, tehát valószínűleg csak számítani fognak rá, hogy ez megtörténik. Akkadian, mint aki jól végezte dolgát, mert jól is végezte, ott hagyja a dzsungelt. Igen, és visszatér saját felsősényes dzsungelébe, amíg ugye Rain Over még csak most kezdte ezt a vörös szederhátat. Nagyon
kíváncsi leszek arra, hogy az első csapat küzdelmeknél ki lesz az, aki könnyebben fogja tudni eszközölni ezt a rajtaütést. Mind Nidali, hát mint Kha'Zix, két olyan hős, akik azért könnyen rajtaüthetnek az ellenség ösvényein. Viszont Loopernél ott van az a Shen, aki adott esetben ilyen helyzetekben megmentheti csapattársait. Legalábbis hatos szinttől kezdve mindenképpen. Közben ugye Rainover egy kicsit sokat vállal, ugyanis még ráment a gólemekre is. Ezt tökéletesen ugye számított rá, hogy nem lesz ott a Vröszöder hát, de arra nem, hogy a gólemek sem lesznek, ezt végül is Rainovernek sikerült most egy kicsit átjátszania. Pont el tudta kerülni egyébként Ökédiennek a Nidaliát, és már fordul is a penge csőrökre közben. Ugye a középső ösvényen láthattuk az előbb, hogy Golden Glue a torony alá szorított a Froggent, de Froggennek még volt passzív képessége, így semmiképpen nem érte volna meg egy torony alá érkezés. Abszolút. Nagyon érdekes lesz az ösvényfázis, mert ugye a Corki meg fog erősödni a középső szakaszra, az biztos, de azért amikor egy Anivianál van a sebzés, és úgy építi a tárgyait, akkor a játék későbbi szakasza felé már könnyedén egyedül is meg tud ölni valakit. Igen, Anivianra nyilván nehezebben jönnek ki a mérkőzés első felében a rajtaütések, nehézebb rajta ezt eszközölni. Itt egy kis találkozó, aki ilyen ugrál erre Rainover elől, nem lett annyi, elnézést. Szemben, ugye Corkival, aki hogyha túl mélyre merészkedik, azt könnyen megbüntetheti. Hát akár maga Froggen, vagy akár Akadian Nidalia, aki ugye mint most látjuk, hogy hazamegy, és nem tudom hogy egyébként, hogy rendelkezik-e már elegendő arannyal ahhoz, hogy dzsungeltárgyát megvegye, de rendelkezik. Nyomolvasó kése az, amivel felruházta önmagát. Pontosan, és ezzel azért a rálátáson sokat fog segíteni, ugye majd jár... Úgy tűnik, hogy Ökédien a Nidalével arra rendezkedett be, hogy járkálni akar Rainovernek a dzsungelében, teleőrszemezni azt, látni, hogy Rainover hogy mozog, lekövetni őt, és esetlegesen rajtaütni, vagy ha nem is rajtaütni, legalább tudni, hogy merre van, és ezzel saját csapattársait segíteni. Úgy tűnik, hogy az őrszem játéka az Echo Foxnak eléggé magas szinten áll, amit egyébként láthatunk is a pályán, hogy mennyire... Na, tehát, hogy mekkora hangsúlyt fektetnek az őrszemekre. Igen, az őrszemjáték fontos, ahogy a felső ösvényen is fontos lenne, de Rainoverből Looper egyelőre nem lát semmit, azt látja, hogy Maokai bepusolta az ösvényét. Looper tanult az előzőkből, most azért nagyon közel volt a toronyhoz, villanás és elérhető volt, és nem vállalta túl magát, nem fordult vissza, nem kezdett el háborúzni Ludlóval, igaz, most nem is Jace-el játszik, hanem Shennel, és egy Maokai-Shen párharcot azért hát el kell tenni egy kis időnek, hogy valaki megnyerjen. És ezt Lurlo is nagyon jól tudta, mármint Looper is tudta, hogy tudja ezt Lurlo, tehát valószínűleg nem azért kezdeményez rá annyira erősen, hogy fú, most akkor itt meg foglak ölni, hanem hogy ott egy Rainover mögötte, és az előző mérkőzésen ebből láthatta ugye a saját fordított helyzetet konkrétan. Igen, Froggen pedig már hazatért, és megvásárolt az istennő könycsepét, amit láthattunk is, hogy már most elkezdett stackelgetni, szemben Golden Glue-val, aki tiszteli Froggen sebzését, nem véletlenül beruházott már egy átoknyelőre, így a hármasság hatalma nála később lesz elérhető, viszont legalább rendelkezik némi tankossággal Froggennel szemben. Abszolút szükséges ez az átoknyelő, ugye egy Anivia kábítást talál, akkor könnyen ki tud végezni egy embert az Anivia, így az átoknyelővel egy kis időt lophat Golden Glue, hogy kijusson abból a kábításból, és egy Valkyrrel vagy akár egy villanásra elmeneküljön, ha eltalálja, tehát ez fontos. Az ösvényfázis Golden Glue egy eléggé taktikus tárgyválasztással nehezíti meg kicsit Froggen a Niviájának. Közben Loopernek fogy az életereje, pofoszkodik Lurlóval, gyilkosság egyből nem lesz. Viszont Froggen most bajban van, Golden Glue fél életerőre verte le az életerejét. Igen, felső ösvényen Looper az, aki még nem volt otthon. Ezt mindjárt megteszi. Viszont a Team Liquid csapatának alsó ösvényes párosa már megérkezett a felső ösvényre, és ők tornyot szeretnének hozni. Ez mindenképpen egy jó döntés, hiszen az első toronyért járó bónusz aranyra nagy szükségük lehet. Így van, és az Echo Fox erről a húzásról le van maradva konkrétan. Tehát Shen nem érkezik vissza teleporttal, már nem is lenne értelme, valószínűleg csak meghalna, ha vissza tudna jönni. Így az első tornyot a Team Liquid meg sikerült elhozni, amit, hát azt kell, hogy mondjam, hogy hete nem láttunk tőlük egy ilyen szép hívást, mint ezt most nagyon szépen megoldották, már is egy ezres aranyelőny a Team Liquidnél. Igen, és az Echo Fox csapata erre egyelőre nem tudott semmivel válaszolni. Ugyan
gyűltek ők az alsó ösvény körül, akár fordulhattak volna egy sárkányra is, vagy ugye akár ők is megpróbálhattak volna az alsó ösvény tornyát elhozni. Így? Igen, kérdés, hogy lesz-e rá idejük. Idejük talán lesz, de lehet, hogy nem jönnek ebből ki olyan jól, hiszen a Team Liquid csapata folytatja a felső ösvényen való toronytörést, és már a Tier 2-es torony. Már csak fél életerőn van. Bizony, ez a torony is büntetlenül be fog dőlni, nagyon úgy tűnik. És ezzel erre az Echo Fox csapata mindösszesen egy kéklopással tudott válaszolni, ami igazság szerint nem is válasz. Így van, közben ugye azért az alsó ösvényen szedik azt a tornyot, az Echo Fox, tehát próbálják elhozni. Hopp, Golden Glue, most kapta a kábítást, sebzés is volt, de azért még nem olyan hatalmas, mint ami majd láthatunk valószínűleg. Tehát ugye azért Kiss kilépett az alsó ösvény tornyára, viszont még mindig nem sikerült elhoznia, amíg azért a Team Liquid már két tornyot is sikerült elhozni, és érkezett Gate meg Acadian párosa az alsó ösvényről, hazatértek? Nézzük, még harmad életereje van annak a toronynak. Kisznek kicsit lassabban megy a takarítás, na, ami ugye érthető azért. Tehát érkezett a válasz, viszont nem értek ide időben. Nincs még mélységi merülés, a támkecsd. Nem, de hogyha megnézzük az Echo Fox csapatának az őrszemezését. Hopp, Golden Glue, megy a két ilyenre, kifárasztás, talál, a csomag jó volt, egységben az erő! Golden Glue visszavonul. De kiszedték semből a végső képességet és a villanását a Acadiannek. Bizony, bizony, Acadian, hát, ha tud is gyógyítani, még azért korán sem annyit, hogy ezzel olyan könnyen megúszza a rajta való ütéseket, már hogyha nem ő üt rajta valakin. Szóval, elviszi, elviszi. Szóval őrszemjátékra visszatérve, az Echo Fox csapata egyértelműen az alsó ösvényt, vagy az alsó dzsungelt favorizálja. Talán ugye a sárkánynak köszönhetően, viszont megfigyelhető, hogy Varus révén az első torony még mindig nem dölt be. Hoppá, Golden Glue, így van. A fal mögül egy valkőrrel tökéletesen ki lehet menekülni, egyszerűen át fogod repülni, ahogy ezt láthattuk. Valóban nem sikerült még lelönteni az első tornyot Varusnak, még mindig nem, de most ugye nem is volt az ösvényen, tehát úgy tűnik, hogy igazad volt, válasz nélkül hozták el azt a második tornyot is. Közül de láthatjuk Acadiannek a Nidaléját, ahogy folyamatosan varázssebzésre építi a dzsungeles tárgyát, tehát úgy tűnik, hogy ő sebezni akar azokkal a dárdekkal, nem azt a kicsit tankosabb Nidalét láthatjuk, amit még egy pár season ezelőtt láthattunk, most sebezni fog, és teljesen érthető, ugye ott van azért egy Tahmkench, ott van egy Shen, neki nem a tankosságra van szüksége, hanem arra, hogy az ilyen dárdek lefél életerőzzenek valakit. Igen. És ugye, mint láthattuk, egyébként Kiss nagyon választ sem tudott adni, még arra sem, hogy igazából 2-3 percen keresztül teljesen egyedül volt az ösvényen. Igen, rendelkezik egy 15 farmos előnnyel, de ez azért az arany hátrányát nem nagyon dolgozza le az Echo Fox csapatának. A 10. percben ez az arany előny, ez már majdnem 2000-re tehető Team Liquid számára. És igazából a Team Liquid csapata most diktálhatja az iramot, vagyis a mérkőzés alakulását. Golden Glue-nak fogy az életre, de Froggen is bajban van, nagyon szép, villannia kellett Golden Glue-nak! Az micsoda kombináció volt, ott volt az Anivia fal, és ott telibe találta volna az Nidale dárda, ha nem villan el. Tehát szüksége volt rá, abszolút. Igen, Golden Glue-nál abszolút kötelező volt most a villanás, ezt nagyon jól eszközölte is. Az elkövetkezendő percekben azonban e képessége hiányában igenis büntethető lesz. Hát igen, a Valkyrrel kicsit jobban kell beosztania mindenképpen, igen. Ugye, hogy ne tudják olyan könnyen elkapni. Most mondjuk nem biztos, hogy lett volna egyébként ideje, illetve nem is volt elérhető rajta a Valkyr. Tehát mindenképpen szükséges volt a villanás. Közben ugye Rainover harcos erősítést vett a dzsungeles tárgyára, ahogy már megszokhattuk Kha'Zix-tól. Úgyhogy a sebzésre fektet be ő is. És ugye a gyilkosság még mindig nem történt a mérkőzésen, de már két torony ledőlt. Igen, két torony ledőlt, és sárkányt sem próbált meg egyik csapat dzsungelese sem kezdeményezni, ami mondjuk talán az Echo Fox csapatának most inkább szükségszerű lenne, hogyha ugye be akarják hozni a torony hátrányukat. Hát főleg ugye egy sárkányról beszélgetünk, tehát igen. A tornyok törésében is segít. Na, Froggen! Elfejezem, amit elkezdtél, Kiss, így van. Sikerült elhozni végre azt a tornyot, így 2-1 a tornyok állása, és egy ezres az aranykülönbség. Igen, mindösszesen 1000 arany a különbség, ez az előbb sokkal több volt, majdnem ennek a duplája. Viszont arra leszek kíváncsi, hogy az első csapatharcból, ami majd érkezik előbb vagy utóbb a mérkőzésen, az egyrészt kinek a javára dől, másrészt ki fogja megszerezni az első gyilkosságért járó bónusz aranyat.
Szerinted ez az 50. percben lesz? Ez az első csapatharc? Hát nagyon remélem, hogy nem. De az biztos, hogy egyik csapat sem akarja nagyon elkapkodni a lehetőségeit, és nem akarnak hibázni. Hiszen ugye, ha a Team Liquid most nagyon nagyot hibázik, akkor gyakorlatilag véget is érhet ez a széria. Illetve az Echo Fox csapata is szeretné megtartani ezt az előnyt. Igen, első sárkányt elvitte a Team Liquid csapata, a következő jól láthatóan egy pokoli sárkány lesz. Talán. Éreztem ebben egy kis célzást, az előző jól láthatóan az lesz, valóban pokoli, és viszont ahogy mondtad, nem a Fox hozta el végül a sárkányt, hanem a Team Liquidnek sikerült ezt a kis erősítést magáinak tudni, úgyhogy folytathatják a torony garázdálkodást, hogy mehetnek és tornyokat dönthetnek bárhol, és ahogy kedves Edi kollégánk kiemelte, pokoli sárkány lesz a következő, ami érkezni fog. Na, egy pokoli jól mondod, hogy milyen sárkány fog érkezni. Igen, talán célpontok szempontjából ez még inkább fontosabb lehet, hiszen ugye, mint mondtuk, Észak-Amerikában megszokott az, hogy egy-egy nagy csapatküzdelemmel rendezik le a mérkőzés alakulását. Hát ott persze jól jön a hegy sárkány, de ott egy pokoli sárkány jött, sokkal többre mennek a csapatok. Lurlóra érkezik egy kezdeményezés, de hát azért ő egy fa, aki már elérhető a szellem az, tehát azért a kérdés sebzése még nem fog neki fájni, és valószínűleg a későbbiek sem annyira. Sikerült egy újabb tornyot hozni a Team Liquidnek, az Echo Foxnak viszont erre most van válasza. A felső ösvényen el tudnak hozni ők is egy tornyot, reméljük. Ezt már egyszer elkapkodtuk ezt a kijelentést, most sikerült valóban. 3-2 a tornyok állása, és viszont a Team Liquid megint egy toronyra fordul, az alsó ösvényen 3 emberrel érkeztek. Hát ugye ez a kettős lövész kompozíció nagy előnye, és hozza! Érkezik a csapat közben, Tamkecs, Rainover van bajban, el kell villani, a Lurló van benne a buliban, Gét pedig közben viszik magával kiszed, megint nincsen gyilkosság, csak egy villanást tudtak kiszedni Rainoverből, de a tornyot megmentette az Echo Fox, és közben a kérdéjen megy tovább a felső ösvényen. Igen, és az Echo Foxnak egyébként a helyezkedése az idézők szurdokában talán nem a legjobb, hiszen mondjuk, hogyha Anivia Froggenje az alsó ösvényen helyezkedett volna el, és Looper lett volna az, aki a felső ösvényes torony döntésére tör, akkor ő ugye érkezhetett volna, mint teleporttal, mind végső képességével, és igen, Gét és Kész nagyon jól érkezett az alsó ösvényre, de arra, hogy gyilkosságot szerezzenek belőle, ahhoz kevés volt a sebzésük, másra pedig lehetőségük nem nagyon volt. Azt a mindenit, Piglet mekkora sebzés kapott már Froggentől, nem találta el a kábítással, ugye el kellett fülönni a Pigletnek ezért cserébe viszont, kicsit azért bátor volt ez a hazatérés, ennyire úgy, hogy nem látta rá Froggerre. Most konkrétan Pillet egy ajándékvillanást adott az Echo Fox csapatának, és Rainover a célpont, úgy tűnik, hogy Kha'Zix-ot nem akarják engedni kibontakozni, de jön a teleport, Lurló érkezik, Sandwich-ot fogják csomagolni az Echo Fox csapatát, Frogger jön ki a végső képesség, ott van a tojás, így van, közben fogy az életre az Echo Fox csapatának, Lurló most jött meg, megy a kis buli Froggen, elpuszt, nem, ez volt az első gyilkosság még csak, újból felé lett, újból elpusztult, és közben nem történik most már több, mint hogy a minionokat takarítják le. Első gyilkosság a Team Liquidnél, Froggen lelt a halálát kétszer. És a Team Liquid csapata kimozdulhatna adott esetben a középső ösvény tornyára, hogyha lenne minionja. Hát igen, kétszer öltek meg valakit, jutalmuk ugye mindösszesen egy gyilkosság. Az első. Igen. Pedig a pengecsőröket Rainover és Golden Glue elveszi a Kérientől, akinek a dárdája nem találja el Rainovert. De az már fájt volna, ha az a teljes távolság kihasznált dárda talál. Igen, a Team Liquid csapata remekül érkezett a válasszal az Echo Foxnak. Ra, ugye Keith még nem rendelkezett a romlásláncával, lévén, hogy az alsó ösvényen a torony megmentése érdekében elhasználta ezt. Ugyanúgy, ahogy Gate sem, bár ez nála annyira nem számít. Viszont ami számított, az Maokai és Golden Glue érkezése volt. És Golden Glue-ból már kijött az a sebzés. Ami benne volt. Hogy? Ami benne volt, az kijött, igen. És fájt is határozottan. Kicsit szenteljünk figyelmet a tárgyválasztásra a felső ösvényen. Ugye Lurló jó Maokaihoz híven neki rohant a szellemarcnak, és meg is vette azt. Ezzel szemben Looper szintén megvette a kísértett kámzsát, és kicsit mondhatta, jó, mi is szellemarcot veszek, nem. Ő rátért a Tiamatra, hogy legyen egy kis sebzés abban a semben, úgy tűnik, hogy akart a játék korai szakaszában egy picit büntetni akart a Lurlót. Kíváncsi, hát egyelőre annyira nem kifizetődő ez, viszont azért a farm előnyt mégis sikerült kidolgoznia Maokaijjal szemben, tehát azért ez nem volt egy rossz választás. Igen, a farm előnyöknek köszönhetően. Hopp, kisz és víz, lát, így van, Piglet megvégezte ki őt, a KDM pedig kijut onnan,
De Rainovert is, Rainovert beáldozta Team Liquid, ez egy dzsungeles lövészcsere, illetve egy villanást még elhoztak az Echo Fox csapatától. Szép kezdeményezés volt a Team Liquid-től végül. Igen, hát szegény kicsettebb csak nézelődött, hogy jaj, hol van Tahm Kench, hol van? Hát sehol nem volt, illetve ott volt, csak nagyon messze, nem tudta bekapni, nem volt lehetősége megmenteni Keyst. Sárkány 45 másodperc múlva érkezik, erre érkezni tud Rainover és Keyst is majd, mind a ketten élnek. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos célpont lesz mind a két csapat számára. Milyen sárkány fog érkezni? Bocsánat. Pokoli sárkány. Pokoli sárkány, valóban. Piglet, nincs villanás, de ezt már egyszer eljátszottuk. És alaptámad, nem, végül nem alaptámadást töltem el. Közben ugye Matt próbált a KDR-re kezdeményezni, de a Gate ezt nem engedte. Gate viszont most beragad, ki kell villani a vastagból is megmenti Teleport Looper-től, aki végül nem érkezik meg vele. És Gate-nek nincs most egyelőre. Ó, de szép a villanás, a vastag bőr megint, nem, most nem. Golden Glue elhozta őt. Igen, Golden Glue miután megvásárolta a hármasság hatalmát, ugye már megkapta azt a sebzés előnyt, amivel rendelkezni szoktak a korkik, és annak köszönhetően, hogy befejezték Gate-et, megkezdik azt a pokoli sárkányt is. És okay, ilyen, azt megpróbálta a lopást, nem sikerült, de megjött Looper. Oh, Rainover a fal mögé ragad, és az életerejétől is elbúcsúzik. Pokoli sárkányt egy gyilkosságért, azt kell mondjam, hogy a sárkány megérte. A sárkányért megérte, igen. Hát... Hopp, Looper ragad be. Közben még nem elég tankos, hogy ezt kibírja, de elég tankos, Lurulnak nincs elég manája. Looperre megy a lekövetés, de érkezik szemből az Echo Fox csapata. Így van, a Team Liquid abba is hagyja a lekövetést, és ezzel kiegyenlítődik a tornyok állása, és a Team Liquid aranyhátrányban. Most már. Igen, most már hátrányban van. Ökéd ilyen az, aki a Fox csapatánál rendelkezik két gyilkossággal. Nem biztos, hogy ő a legjobb célpont ezekre, bár tény, hogy a sebzése megvan, ugyanúgy, ahogy egyébként lassan-lassan azért Varusnak is meg lesz. Mm-hmm. Varus még nem kezdte el megvenni az éjkardját, előbb-utóbb mindenképpen szüksége lesz erre. Viszont Istennő könycsepével már ő is régóta rendelkezik, gyűjti rá a jelzőket, és előbb-utóbb be fogja fejezni. Így van, Froggen ugyanígy a korok pálcájáról elmondható, ő is ugye már hetes szinten áll azokkal a jelzőkkel. Tehát most már csak 3 percnek kell eltennie, hogy teljes legyen rajta. És akkor már azért elég nagy sebzéssel fog rendelkezni, illetve egy kis tankossága is van. Ugye láthatjuk, hogy egy kis varázsellenállásra is fókuszált. Ez szerintem inkább Matt-nek szól, mint Golden Glue-nak. Bár lehet, hogy Golden Glue alap támadásaira is reagál. Így van, hát maradjunk, hogy mind a kettőnek ellen jól jöhet. Igen, mind a kettőnek jól jöhet. Ahogy Shennek is majd jól jöhet a Randuin Omenje, amit ugye vásárolhat majd. Looper teljesen össze-vissza vásárol. Engem abszolút megevett magának. Így van, valószínűleg egy Randuin Omenje lesz a következő. De az is lehet, hogy befejezi a szellemarcot, vagy én már nem tudom. Mindegy, meglátjuk, bízunk ezt Looperre. Igen, vett egy kicsit. De lehet, hogy egy halott ember vértjére ruházott be. És nem is Randuin, van. Lehet, hogy még ezt te is megkaptad tőle végül, szóval nagyon kíváncsian várjuk. Feszülten figyeljük Looper életét. Akkadian is. Hopp, megvásárolta. Kristálynyilvessző és mellé. A korok pálcáját. Így van. Úgyhogy neki is még egy jó 10 perc, mire ezen összegyűlnek a jelzők. Mindenképpen jó tárgy ez Nidalee számára, hiszen láthattuk, hogy azért egy-egy korki rakétától ő nagy sebzést szenved el. Bónusz életerővel talán ezt valamilyen szinten redukálni tudja. Golden Glue, hogy megvédte az őrszemet, látta, hogy Gate ki akarja szedni, és ott állt Golden Glue, is így nézte, mint a biztonsági őr, hogy szeretnél valamit attól az őrszemtől, akkor nagyon sok rakétát fogsz azért megenni, és Gate úgy döntött, hogy nem ér ennyit ez az őrszem, ott is hagyta azonnal, Golden Glue vigyázott az őrszemeire. Looper pedig megvásárolta. Most már van egy kész tárgya, Randuin Omenje, az, Omenje, ami elkészült azon a Shen-en. Hopp, nagyon szép a romláslánca, Matt, és viszlát! Froggennek sikerült őt meggyilkolni, micsoda sötétség történt itt közben, de túléltük. Tehát Froggen hozta a gyilkosságot, Matt pedig volt az áldozata ennek. Igen, közben elnézést kérünk, Thanatos révén egy kicsit elsötétült a stúdió, amit ti ugye nem láthattatok, számunkra viszont rendkívül zavaró nem, volt. Nem, egy végső képesség volt, abszolút semmi összefüggés. Hopp, és Froggen meg is védi saját magát a kristálynyilvesszővel, nyilvesszőtől. Hopp, és érkezik közben, sem végső képesség. Egységben az erő, nagyon együtt állnak. Pigletnek kell elvillannia.
Egyelőre nem sikerült ez a kezdeményezés, nagyon jól helyezkedik a Team Liquid, úgy tűnik, hogy erre a kompozícióra most jobban felkészültek, mint az előzőre mindenképpen. És Golden Glue piszkálódik, ó, nagyon szép volt Loopertől a felbőszítés és a villanás kombináció, Lurlo van benne a buliban, Looper kicsit beragad, Gate-nek kell kihoznia, de Gate-nek sincs sok életereje, nagyon kevés életerőn van a Fox csapata, Kirdien, nem, végül Froggen és Tojás! Looper pusztul el először, és aztán jön Froggen, Tojásból megint nem tér vissza, illetve most nem tér vissza, mert legutóbb sikerült, csak utána is megölték. 2-0! És a Team Liquid hozta el mind a két gyilkosságot. Igen, mondhatnánk, hogy Shen árnyékugrásának köszönhetően remekül ugrott be a buli középpontjába. Ám most, hogy már ennek vége... Hopkiss! Villan érte Lurlo, és el is pusztítják! Gate-nek sincsen sok életereje, közben meghalt Ökédjen is hátul! Gate! Körülbelül 50 életerejét leszámítva kristálytiszta ász! Csak egy támogató támkencset tudtak, hagyott meg. Igen, alacsony életerő megpróbálják a Baranna sort, úgy tűnik. Lurlo be tudja tankolni, azért neki elég ereje van, és azért egy S-sel, egy Korkival, és mondjuk, hogy egy Kha'Zix-szal, pontosan erről beszéltem, plusz egy hegysárkánnyal, az a Baranna sort nem fog ideérni Looper a teleporttal, de ideért, bemegy árnyékugrással, nem, más nem ment be. Baranna sor a Team Liquidnél, és az, amit most csinálnak ezekkel a hívásokkal, az a két torony, ez a Baranna sor, ez a csapatharc, zseniális, visszajátszás. Igen, visszajátszás, itt már ugye azt láthatjuk, ahogy Lurlo megérkezett, de egyébként ott egy hátsó ward volt az, amivel aminek köszönhetően teleporttal tudott érkezni, és ugyan bemegy Shen az árnyékugrásával, viszont ezt lekövetni a Fox csapata nem tudja, nem úgy, mint Matt lekötéseit, aki mi két emberre is talál. Szép volt nagyon. Igen, és két embert el is visznek, majd ugye később láthatjuk, ahogy egyébként Lurlo nagyon bátran veti még bele magát a küzdelembe és a két torony közé, és aztán abból is gyilkosságot hoz el a Team Liquid csapata. Jelenleg a Team Liquid abszolút kontrollálja ezt a mérkőzést, és ugye nagyon könnyű Baranna sort szerzett. Hopp, Looperen talált a kristálynyévesző, Gate próbálja kihozni, de nincs elég életre, nem, most már semennyi sincs. Looper is beragad egy kicsit, na, el tudja kapni ott a Team Liquid, nem, a válasz nem. Viszont a romlásláncra van még azért vissza, kóstolgatnak egy kicsit. Igen, a romláslánca nagyon jól működött meneküléshez igazából. Valóban. És azért az sokat elárul. Hopp, itt folytatódik a háború, Ekedien érkezett az egységben az erő, csak a pokoli sárkányt akarják megállítani. Egyelőre! Golden Glue! Hát, megmentette őt, az átoknyelő konkrétan, az a végzete lett volna, az átoknyelő teljes pajzsot elütötte róla, és még kis életerőt is. Ezért viszont az Echo Fox egy ilyen pokoli sárkányhoz jut. Igen, pokoli sárkányhoz jut, és ugye azt kezdtem el, hogy beszédes az a mérkőzés állásáról, hogyha Gate Tamkencsének a tankot sent kell mentenie. Hát nem sok jóval kecsegtet az Echo Fox számára. Viszont ezzel a pokoli sárkánnyal azért könnyen a meccsben maradhatnak. Akkor is, hogyha a Team Liquid csapata rendelkezik a Baranna sor erősítésével. Így van, de a Team Liquidnél is van pokoli sárkány, tehát ez egy kiegyenlítésnek mondható. Illetve a Team Liquid rendelkezik még egy hegy sárkánnyal, amit egy Baranna sorral látni fogjuk ennek a toronynak az életerején. Hopp! Az gól lett, a két ilyen nem talált be azzal a Dardával végül. Egy újabb torony ütötte Team Liquid markát, legalábbis az arany, amit kaptak. 5-3 a tornyok ellása, és még egy torony lesz, az alsó ösvény 2-es tornya, így van, 6-3. Javítsak magamon. Igen, a Team Liquid csapat abszolút kihasználja a Baronatta erősítés lehetőségét. Még az is lehet, hogy még tornyot fognak hozni, bár haza mennek, nem mennek még haza, maradnak az alsó ösvény körül, szemben a Fox csapatával, aki ugye már be van szorítva a saját bázisára, mégis még hazamennek vásárolni. Igazából mindenféle előny most a Team Liquid csapatánál van. És a kristálynyévesző Gate, így van, na erről beszélgetünk, romláslánc a Lurlót megállítja az érkezésben, Looper van benne a buliban. És egyelőre fogy is az életereje, nem, a Looper nem elég tankos, de Gate ki tudja menteni az utolsó másodpercben. Looper, hát mi tartja össze, ezt nem mondanám. Matt és Golden Glue életereje is nagyon megfogyott. Lurlo sem bírja már sokáig a tankolást, és nem tudták elhozni Loopert dacára a barannas erősítésnek, de Gate gyomra volt az, ami megmentette őt. Igen, illetve Froggennek a fala, amivel ugye teljesen zónázni tudta a Team Liquid csapatát. Nehéz helyzetben az Echo Fox, viszont még nincs veszve ez a mérkőzés az ő számukra. Nem, viszont abszolút megdicsérem a Team Liquidet egyébként, tehát nagyon ügyesen tudtak fölállni. Az előző mérkőzés, illetve a tegnapi
pofonok után, és azt kell, hogy mondjam, hogy most egy magabiztos csapatról beszélgetünk, akik megbeszélik a hívásokat, most hogyan, merre, mit fogunk alkalmazni. Team Liquid talán magára talál. Igen, nem, az biztos, hogy nem azt az arcát mutatja, amit ugye tegnapi nap folyamán az Envy-vel szemben mutatott. Korki nagyon erős, nagyon nagy sebzés van benne, Ash szintén nagyon erős, nagyon nagy sebzés van benne, és megvan a tank, aki őket meg tudja védeni. Most megvan. Lurlo, igen, Lurlo személyében. Szemben ugye Looperrel, akinél ugye egy kéz tárgyat láthatunk, hogyha ugye cipőt nem számítjuk. Talán ez azért visszájára sült. Mindenből akart egy kicsit, de igazából se nem tankos, annyi sebzése sincs, szerintem egyébként, mint Lurlónak. Lolo viszont a szellemarca és a naptűzköpenyével abszolút kontrollálja a mérkőzést, érkezni fog hozzá az őrangyal is. Hát tankoság szempontjából a Team Liquid csapata sokkal előrébb van, és sebzés szempontjából is előrébb lehet. Most már Zyra is megvette a Liandry gyötrelmét. Így van, Looper abszolút nem annyira tankos, mint amennyire szükségük lenne egy nagyon tankos Shenre, pedig ugye egy kettős lövész kompozícióval szemben a Shen képesség, ugye ami megvédi őt a alaptámadásoktól, nagyon-nagyon erős lehet, és sokat hozhat a mérkőzésükön. Golden Glue megint megvédte az átok elő, de ez most nem volt elég. Looper rávillan, és Looper ki is végzi, van azért sebzése, bár persze az egész csapatot állt mögötte és sebezték. Meghalt Golden Glue, pont most akartam kitérni rá, hogy milyen jó kis 2-0-ban van megint. Lullóra érkezik talál, és a Dada, aki ilyen mit kapott attól a Zyrától, a Jézus úristen. Matt, hát igen, Zyra már kész a Liandry gyötrelme, tehát azért, hogy sebezni fog, nem is kicsit. Igen, és oké, ilyen hiába gyógyította magát. Dacára annak, hogy a Nidali, látod, már kétszer gyógyított, és még mindig nincs teljes életerőn. Jelentős, még a támogató sebzése is az Echo Fox csapatán. Így van, viszont Ökédien nem is annyira a sebzésre ment rá. Tehát gondolok rá, hogy például nincs rajta Rabadon halálsüvege, amivel ugye azt láthattuk már, nem is egyszer, hogy egy Rabadon halálsüveg és Nidale az azonnal fel tud valakit tölteni teljes életerőre, fél életerőről. Ezt nem egyszer láthattuk már, hogy erre építettek egy kompozíciót. Lurlo milyen ügyesen játszotta ki azt a falat, hogy ráugrott a természet feletti ugrásra egy minionra. Így nem került az Echo Fox markával, de azért őt elég nehéz megcsápolni. Looper viszont, mint láthattuk, elhasználta teleport képességét. Látszik, mellé megy a kristálynyilvessző. Golden Glue túlvállalja magát, megkapja a lassítást, megkap igazából mindent, ugye a falon át kellett ugrania, de Looper remekül érkezett. Így végül biztosította a csapatának a gyilkosságot. Így van, azért az a Valkür támadásra, úgyhogy nem, tehát a kristálynyilvessző hát minimum bátor volt. Igen. Onnan pedig hiába villant, már nem nagyon volt van menekülni, a Valkür ugye már nem volt elérhető, ahogy megbeszéltük. Nem volt kiút. A játék 31. percében járunk, és vészesen közelít az a 35. perc, amikortól kezdve egy halál, vagy mondjuk inkább három halál a mérkőzés is jelentheti, de legalább egy baronnasort. Igen, baronnasort jelenthet, és alig fél perc múlva érkezik a mérkőzés harmadik pokoli sárkánya is, ami szintén egy olyan célpont lehet, ami mind a két csapat számára fontos. Ugyanúgy a baronnasor. Erre jobb lehetősége van, illetve mind a kettőre jobb lehetősége van a Team Liquid csapatának, de egy jó csapatharc után az Echo Fox is megszerezheti magának akár mind a kettőt, aminek köszönhetően tényleg visszajöhet a mérkőzésbe. Nagyon érdekes lett a védekező tárgyválasztása a Team Liquidnek. Ugyebár megvettek kettő darab őrangyalt konkrétan, tehát most kicsit ez egy ilyen válasz lehet arra az Anivia-ra, hogy oké, Froggen kétszer él, akkor kétszer fog élni a tankunk, kétszer fog élni Rainover, aki most pont elhozott egy pokoli sárkányt, így ezzel már hát 16%-os sebzés előnyre tesznek szört, illetve csak 8-ra, mert rendelkezik a Fox is egyel. Lurlo közben beragad, de nagyon nagy sebzés kapott Kiss és Froggen, így van, Lurlót nem könnyű azért megszedni, és rajta az őrangyal, tehát ő végképp nem fog sokáig élni. Ritka választás egyébként egy Kha'Zix-tól, hogy őrangyalt választanak, és nem pedig ugye a QSS-t ezzel szemben. Most viszont úgy döntött Rainover, hogy ő nem a kábításokból akar kijönni, hanem akkor öljék meg, és akkor feltámad, és maximum megöl valakit, vagy kiugrik, vagy legalábbis addig vele foglalkoznak. Piglet, mélységi merülés, hozza Kiss-t is magával, Gate villan, Gate kifáraszt, Piglet pedig nem fogja sokáig bírni, így van, Fox, Froggen sikerült elhozni a gyilkosságot, de baronnasort hív ezért a Team Liquid, amit meg is szereznek. Egyetlen egy embert vesztettek egy egész baronnasorért. Azt kell mondjam, ez a Team Liquid csapatának így abszolút megérte. Ugye ráadásul nehezebben is tudták megölni Piglitet.
remény, hogy Kiss nem rendelkezett a romlás láncával, ezt egy perccel ezelőtt használta el pont Lurlóra. A Team Liquid csapata remekül meglátta a lehetőséget, ki is használta, úgyhogy igazából maradt előnyben. És ezt ezen a mérkőzésen egyébként abszolút remekül látják meg a lehetőséget. Igen. És megint csak nézzük rá a tárgyválasztás. A kettő darab átoknyelő, kettő darab őrangyal, és ugye megérkezett a QSS is, ugye az alsó esőnyen, Piglet kezei közé. Abszolút nem lesz egyszerű eltakarítani ezt a Team Liquidet, mert mi fog történni? Hogyha Lurlót ölöd, akkor fel fog életni az őrangyala és alapból tank. Hogyha Rainover a célpont, szintén őrangyala van, és rajta egy átoknyelő. Ki lehet még? Golden Glow lehet a célpont. Hopp, rajta is van egy átoknyelő. Nyilván ezért az annyira nem nagy védelem, mint mondjuk egy őrangyal. De azért, és akkor ugye nézzük Pigletre, erről beszéltünk, esetleg Matt lehet még egy nagyobb célpont. Igen, és nem beszélve arról, hogy Piglet az Eleven szabjának köszönhetően nem csak védelmet kap, hanem még bónusz sebzést is, amivel felruházhatja magát. Kérdés az, hogy mi fog történni az elkövetkezendő percekben. Hát hiszen, nagy kérdés, de hiszen a Team Liquid csapata ugye most mindennel rendelkezik, ami ugye ahhoz kell, hogy begyalogoljon és mondjuk inhibitor védő tornyot, vagy akár inhibitort szerezzem. Looper abszolút nem vásárolta meg a szellemarcot, sem a hidrát, ő egy naptűzköpenyt fejezett be, és ezzel már azért a nagyon nagy páncélalzattal rendelkezik, ami ugye érthető, hiszen Golden Glue, Piglet és Rainover is így sebez rá. Tehát mindenképpen a fizikai támadások ellen kellett berendezkednie. Közben pedig kihasználja a Team Liquid a baronnas erősítést. Mekkorát kapott az a torony, már fél életerő alatt van. Konkrétan Golden Glue-ra. Hopp, az egy romláslánca volt. Nagyon szép volt a valami használat. És megy tovább a pofoszkodás, Froggen kapja. Ó, Kiss is fél életerő lőtte Golden Glue konkrétan. De Piglet bekapott egy dárdát, amit hát szerintem az életlopásával vissza fog szerezni nem sokára. Az életerőt, nem a dárdát. Nyilván. Igen, a sebzés mind a két csapattól. Igen, nagy. Hopp, megy előre Rainover, Froggen. Sikerült a pajzsa megvédeni magát, teleport, Lurló hátul. Inkább a sorokat fedezni érkezett. Azt kell, hogy mondjam. Igen, viszont az ott, annak a toronynak már alig-alig van életereje. És érkezik mindjárt a következő minió hullám, amivel a Team Liquid csapata, ha akar, be is gyalogolhat a torony alá. Kissnél még nincsen végső képesség. Ugye ez most Loopernél sem elérhető. Egyedül Froggen, illetve Gate az, aki rendelkezik ezzel. Az közel volt Matthez. Lurló közben beragad a fal mögé, de egyelőre még nem hal meg. Bírja a sebzést, de már kevés életerőn. Nagyon kevés maradt neki, de rajta az őrangyal, tehát ő valószínűleg nagyobb problémába nem kerül. Nem gyalogoltak be. Lurlót sikerült annyira sok életerőtől megfosztani, hogy nem tudott bemenni a Team Liquid azért a toronyért, és haza is kell térniük. Igen, Froggen aníviája a falaival nagyon jól tud zónázni, és ha hátrányban is vannak, sebzésük van, úgyhogy nem mehet a Team Liquid csapata fejetlenül előre. Nagyon jól védekezik az Echo Fox csapata, azt kell mondjuk. Érdekes, hogy Gate közben megvásárolta a higany sejemövet, ugye, hogy tudja védeni csapattársait, hogy nehogy ő kapja a kábítást, mint már többször láthattunk, hogy Piglet kábítás, ugye lekötözés Zyrától, úgy tűnik, hogy ő ebből ki akar menekülni azonnal, elhasználni a vastagbőrt és menteni, akit tud legalább ennyire, illetve hogyha ez nem sikerül, akkor a megváltással valamennyi kis életerőt visszaadni a csapatának. Igen, Gate gondolatmenete nagyon logikusnak tűnik, hiszen hiába kap be valakit, hogyha ugye ő maga ott ragad, mert akkor nem egy ember fog meghalni, hanem kettő. Hát ő biztos, igen. Ha ő ott ragad és nem tudja elnyomni a vastagbőrt, mert felismeri, hogy milyen szintű CC-vel rendelkezik a Team Liquid. Tehát ugye Maokkal le tud kötözni, Piglet meg ott a kristálynyilvesszője, ugye Zyra a kis növényeivel oda kötöz, tehát nem lesz egyszerű, nem lenne egyszerű dolga, így viszont egyet most ki tud venni ebből a kis kombinációból. Igen, ki tud venni. 37. perchez érkezünk, aranyelőny a Team Liquid csapatánál, és alig egy percen belül érkezik az ősi sárkány, ami a Team Liquid csapatának rendkívül jól jönne. Hát az biztos, hogy ritka az, hogy azt láthatjuk, hogy valaki két pokoli és egy hegysárkánnyal rendelkezik, és hogy a mérkőzésen három darab pokoli sárkány érkezett, ugye? Igen. Ebből mondjuk a Frogs meg tudott szerezni egyet, ami azt kell mondjam, hogy hát még meccsben tartja őket, mert ha három pokoli sárkánnyal lenne a Team Liquidnek, az a 24%-os sebzés, de nincs, nézzük a csapatharcot. Közben itt történnek az események, de csak még csak pofoszkodások vannak. Lurló megy előre, Looper a célpont. Megkapott a hátsó sor, de gyógyítni dál. Lurló megint beragad, úgy tűnik, hogy Froggen nagyon is... Ó, mellé ment a Nem. Tehát mellé ment a Varus végső képesség. Kijutott onnan a Team Liquid, de nagyon sok életerőt
buktak, és nem tudnak fogást állni a Foxon. Nem tudnak, és ugyan Kiss mellé lőtte a romlás láncát, viszont ugye megint csak Froggennek a falát kell kiemelni. Igen, Lulu rendelkezik őrangyallal, igen, rendelkezik életerővel. Á, mert a kábítás is! Az átütő nyilvessző is talált rajta. Golden Globe beragad, de nem ragad be, mert a Valkür. Az most mette telibe találta csúnyán. Igen, telibe találta, és a Fox kezdeményez is az ősi sárkányra. Ezzel akár visszatérhetnek a mérkőzésbe. Ténylegesen nem csak mellékszereplőként. Ehhez persze. Froggen nagyon nagy sebzést kapott, de érkezett az egységben az erőre. Jénoveret nem sok életre van, villannia kell. Ember hátrányban van a Team Liquid, ne felejtsük el, Gate-re megy Lurlo, Gate túléli a vastagbőrre, Rainoveret nincs életereje, volt az őrangyal, ugyan Kiss, úristen mekkorát kapott, Looper ragad be közben, meg is hal, Rainover ugrik, aztán tovább megy, de az őrangyal bekapcsol, Lurlónak fogy az életereje, de még bírja, Ökédien fordul vissza, de most elpusztul, közben megy tovább, Rainover nincs sok életerő, ideális helyzet Kha'Zixnak, de az nem jó célpont, rajta van a tojás, nem tudsz tovább menni, Froggen, viszont most meghal, és sikerült elhozni az egész Echo Fox csapatát, ász, és csak is Golden Glue halt meg ezért, meg ugyan elsőt két öröngyel. Igen, Golden Glue áldozta be az életét egyedül, viszont igen, amiről beszéltél, milyen jól jött az a két őrangyal. Az Echo Fox csapata, én azt kell mondjam, nagyon jól kizavarta a Team Liquid csapatát az ősi sárkány odújából, és jól is kezdték, viszont azzal, hogy a Team Liquid csapata visszafordult, és közben az ősi sárkány folyamatosan sebezte őket. Itt ugye látszik egyébként, hogy a fókusz az nem ment le az ősi sárkányról, és végig lövi őket, és kész itt be is szorul, nagyon sok életerő az, amitől ennek következtében búcsúzik. És Golden Glue-ról láthattuk, hogy mekkora sebzés az, ami ki tud belőle érkezni. Itt ugye már mennek az őrangyalok a levesbe, viszont ez nem akadályozza meg sem Rainover, sem pedig Lurlót abban, hogy folytassa az előrenyomulást, és megtámogatva Piglettel végül győztesen kerülnek ki ebből a csapatharcból. Így is van. Közben a Team Liquid csapata, még az elemzést néztük, illetve hallgattuk, elhozott egy baronnasort. Megint. Tehát újra egy baronnas erősítéssel rendelkeznek, ha jól láttam az alsó kis képernyőn. És ősi sárkánnyal is. Így van. Hát most van a legjobb húzásuk talán befejezni ezt a mérkőzést, legalábbis eddig biztos, hogy most van a leginkább kidolgozott helyzetük. Ősi sárkány, baronnasor. És ugye az ősi sárkány erősítéshez kaptak még két pokoli, meg egy hegysárkány erősítést is. Valahol be kell tolni a minionokat, mert ezt az esélyt most nem szabad elvesztegetni, mert ha most ezt elvesztegetik, az Echo Fox már eléggé visszatért a mérkőzésbe így is. De akkor olyan pofont fog leosztani nekik, amit a Team Liquid, hát megint egy hétre megemleget. Igen, 10.000-es arany előnnyel rendelkezik a Team Liquid csapata. Jól mutatja ezt a tárgyak készen léte is. Igazság szerint már majdnem az összes Team Liquid játékos úgymond full build-en van szemben az Echo Fox csapatával, ahol azért még foghíjasak ezek a tárgy helyek. Igen, mindenképp közben újra a felső ösvény tornyát kezdik el ostromolni a Team Liquid csapata. Igen. És sikerül ledönni, a Minion kitartóan harcol azért a torony ellen, míg nem sikerült ledönteni egyelőre, de még egy újabb minion, ugye baronnasorra megerősítve, ez már ledől. Így van, végre ez a harmadik ostrom volt, azt hiszem. Így igen, és Piglet nem hagyta, hogy az ágyus minion fejezze be azt a tornyot. És egy inhibitort is sikerült elhozniuk. Igen. És nagyon szép a romláslánca, mire kimondom, mi történik Rainovernek, közben vége van. Így van. Igen, és őrangyala neki még nem volt elérhető. És ugye most a romláslánca talált. Az elmúlt két-három ilyen küzdelem során Kiss rendszerint mellé lőtte. A Team Liquid csapata ezt nem is vállalta túl, nem próbálták megmenteni. Azt mondták, jó, megvan amiért jöttünk, meglett a torony, meglett az inhibitor, hát ha bukunk ezért Rainover, annyi baj legyen. Hazamentek, megint vásárolnak, érkezhetnek a középső ösvény inhibitort védő tornyáért, vagy az alsóért, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hát megfogadják a tanácsot és megosztják az ösvényt például. Közben ugye Golden Glue-n elérhető a csomag, ami a következő csapatharc szempontjából nagyon fontos erősítés lehet, ugye még rajtuk van a baronnas erősítés. Tehát ezzel a csomaggal bármikor egy remek kezdeményezés érkezhet, vagy akár kizónázhatják a hátsó sort az elsőtől, és ezt már nem egyszer láttuk, hogy megérkezik Golden Glue, Looper ben van a buliban,
most már azért elég tankos, de akkoriban még nagy gondjai voltak ezzel, és könnyedén le tudta összedni, mint Piglet, mint Golden Glue, és még Renault-val is őt fókuszálta, mert sebzéséről pedig, már ne is beszéljünk, tehát az óriási. Zárának ugye talán a legtöbb sebzésre rendelkező támogató, mondhatni. És nem sikerült vége Golden Glue-nak, el kellett használni a csomagot, tehát ezt most a csapatharcban nem tudta felhasználni, de a baronnas erősítés attól még elérhető rajta. Igen, elérhető, és 43. percbe érve két csapatnál, majdnem mindenkinél elérhető körülbelül az összes idézői képesség, az összes végső képesség. Én úgy gondolom, elérkeztünk most már a mérkőzésnek abba a fázisába, ahogyha az egyik csapat csapatharcot tud nyerni, akkor az a mérkőzés végét jelentheti, még akár Echo Fox oldalon is. Az a bizonyos 50. perci csapatharcra gondolsz? Hát lehet, hogy hamarabb fog jönni. Igen, igen, csak ez a kis sztereotípja miatt. Igen, igen. Egyébként Amerikában eddig meglepően gyors mérkőzések voltak, 20 perces volt az átlag, 25-30 között volt nagyjából. Tehát nem konkrétan 20 perc volt, csak hogy a nézésedre reagáljak, amit illettél. Viszont ez most egy ilyen igazi amerikai mérkőzés, a 44. percben járunk, és még mindig csak egy inhibitor dőlt le, illetve még két inhibitort védő torony áll is az Echo Fox csapatánál. Piglet! Mekkorát kapott abból a dárdából, fél életerőn van konkrétan, de nem sikerült még őt megölni. Igen, és jól láthattuk. Meg is mutatta nekünk a kamera, hogy az Echo Fox beragad, és fogy is az életelje, de rajta az őrangyal, Zájra végső képesség kiment, és sebzés nem volt elegendő, ez most egy, hát nem volt megfelelő, Lurlóra kijött végül az őrangyal, ki tud onnan jutni, a romláslánc csak Mettet tudta lekötözni végül, de Lurló most nem sok múlt, hogy elpusztuljon, és hát Mett végső képessége, zónázása tökéletes volt, de most egy csapatharcban ez hiányozni fog. Igen, hiányozni fog, és láthatjuk, hogy a Team Liquid csapata benevez egy újabb körre. Hopp. Az alsó ösvény tornyáért. Igen, teleporta védik a Minion-t, nem sikerül megint ledönteni ezt az alsó ösvényes tornyot, pedig nagyon régóta támadják, ezt a felső ösvényemmel láthatunk egyszer, és kellett hozzá egy baronnasor, meg egy ősi sárkány, hogy le tudják dönteni ezt a tornyot. Az alsó ösvényen ez egyelőre nem sikerül. Igen, a Fox csapata nagyon jól védekezik, köszönhetően Froggen Minion takarítási képességeinek, ami még a baronnasor erősítéssel is könnyű prédák az ő számára. Így van, közben azért figyelniük kell a többi ösvényen, és ugye a felső ösvényen már érkeztek a Super Minionok, amik a Nexus védő tornyokat kezdték el támadni, ezért a Kédient oda kell küldeni. A Team Liquid pedig ugyanazt csinálta, mint az elmúlt 4 alkalommal. Hazatértek, vásároltak, de lassan eljön az a pont a mérkőzésnek, amikor már nem lesz mit vásárolni. Nem lesz hova hazatérni, csak nem lesz túl sok értelme, hanem az életerődöt akarod feltölteni. Tehát most már a Team Liquid mintha egy kicsit elodázná ezt a döntő csapát. Igen, nem akarnak hibázni, ők is tudják, hogy ennek nagy tétje van, illetve hát azért sem kell nekik annyira sietni, hiszen alig egy perc, és érkezik egy újabb baronnasor. Az negyedik lesz talán, ha elhozzák? Harmadik? 3 vagy 4? Valahogy így, de az biztos, hogy a Team Liquid eddig minden létfontosságú célpontot sikerült elhoznia, ugye nagy szörnyet, gondolok itt az ősi sárkányra és a baronnasorra. Tehát volt már olyan is, hogy az Echo Fox hívta meg az ősi sárkányt, mégis a Team Liquid hozta el. Nagyon taktikus ez a mérkőzés, egy apró hibája bárkinek a mérkőzésbe kerülhet, és ez most leginkább a Team Liquidnek lenne probléma, hiszen ha a Fox ezt megnyeri, akkor 2-0, és hát ez egy újabb vereség a Team Liquidnek, nagyon fájna, pszichológiailag is kellemetlenül érinteni őket, mert ebben a mérkőzésben most tényleg beleadtak mindent, azt kell, hogy mondjam. Igen, és nagyon szépen vezetnek is majdnem a mérkőzés egész szében, mind aranyban, mind célpontokban, és ugye területi rálátásban is. Igazából ők diktálták az egész meccsnek az iramát, ebben a pillanatban láthattuk, ahogy a felső ösvény inhibitora újjáéled az Echo Fox oldalán. Ez ugye rossz hír a Team Liquid csapatának, hiszen ennél a Baron Nashornál, vagy ebbe a Baron Nashorba beleszólhat a Fox csapata. Határozottan, és a Team Liquidnek ahogy telik az idő, úgy olvad el az előnyük. Kristálynyire vesző, Gate-et találja telibe, de Gate már azért elég tankos, és nagyon messze volt onnan a Team Liquid csapata, de megy tovább a buli. Rainover próbál táncolni rajta az őrangyal, tehát ő most mehet előre. De, és a fallal sikerült kizónázni, ugrani is kell. Közben Valkyrt használt Golden Glue. Újból nem sikerült meghúzni azt a ravaszt rendesen a Team Liquidnek. Eltalálta Gate-et, oké, okay, de egyszerűen olyan szinten zónázza őket az Echo Fox, hogy nincs lehetőségük rámenni ezekre a kezdeményezésekre. Igen, és Acadian Lanzsai, Kiss nyilvesszői, illetve Froggennek már önmagában a végső képessége is nagyon nagy sebzést ad ki a Team Liquid csapatára. Nem csoda, hogy
visszább is szorították őket, miközben láthatjuk... Lowe fél letter ott van, sőt többet is veszített, most nincs őrangyala, rajta volt egy sebzés, kicsi, ugyan már Golden Glue közben hátról érkezik, Froggenből a tojást akarta kihozni, közben a Kédien is Rainover is jött, pofoszkodnak. Ott van Piglet is, Looper a célpont, a Kédien nem érik el, Looper ott az őrangyal, megérkezik Tahm Kench, ugye Gate Rainovernek menekülnie kell, kicsit beragadtad a Piglet, kész úristen, mennyi élted azt túl! Hát ha túl érte? Túl. Egyelőre túl, és fel is gyógyította őt, de ó, közben a Rainover hátul menekül, Piglet van ott, elég rossz helyen készített, hogy hozni el tudja bizony! Piglet kifárasztást is megkapta, de most ő is meg fog halni, így van, Gate Tahm Kench elhozta. Lövész cserél a két csapat, és elvesztett a piros csapat egy tornyot közben, az alsó esvény kettes tornyán. Igen, és nagyon úgy tűnik, hogy a Team Liquid csapata meghívja ennek ellenére is a baronnasort, igen, már ütik is, de erre ráfázhatnak, mert érkezik a Team a Fox csapata. A baronnasor már fél életerő alatt van, 2000 életerő, el tudja hozni, zárja végső képesség, tökéletes zónázás, megvan a baronnasor, de kit kell feláldozni, Golden Glue, nem jó volt a Valkyr, el is pusztult, megy tovább Mattnek, nagyon kevés az életereje, Rainovernek fogy mindene, de már nem sok, így van, el is, meg is halt közben, de az őrangyal úgy tűnik meg tudja menteni, nem, kiugrik onnan végül Rainoverre, kér ilyen talál a dárdával, Rainover még mindig él, próbál menekülni, így van, végül meg kellett halnia. Sikerült egy baronnasort elhozni a Team Liquidnek megint, de a mérkőzésen először embereket áldoztak ezért. Kettőt. Igen, a Team Liquid csapata itt nagyon túlvállalta magát. Ütik, alacsony életerőn van, viszont hiába jön Ekédienre a lekötés, és hiába szerzi meg a baronnasort a Team Liquid csapata. Loopernek köszönhetően a Fox megnyeri ezt a csapatharcot, és igazából három ember meghalt a Team Liquid oldalán. Úgy tűnik, hogy ettől függetlenül a Fox csapata nem hozott el semmiféle olyan célpontot, amit mondjuk hozhatott volna. Egy pedig közben megy a pofoszkodás, Lurlo nagyon sok életerőt feszített, de már vissza is töltötte nagyjából azt. Looper van, az még rendesen fogy az életereje, Lurlo még mindig benn van. Looper leesik közben, ez sok elbetű, leesett róla az őrangyal, és közben Lurlorról is. Na, mi fog történni, meghal Pigletnek nagyon kívül az életereje, így van, meg is halt, és közben elhozták Lurlót is. Elvesztettek egy baronnasor által megerősített ember, a Team Liquid. Elvesztettek ugyebár egy lövészt, megint, és semmit nem adott ezért a Fox, csak egy őrangyat. Igen, és ott volt a Team Liquid csapatánál az előny a kezdeményezésre, inhibitort is vittek, viszont az Echo Fox ezt remekül kivédekezte, és nagyon úgy tűnik, hogy kezd átfordulni a mérkőzés képe, és a Fox csapata ősi sárkányt hoz. Méghozzá úgy, hogy a Team Liquid csapata ehhez hozzá sem tud szagolni. Team Liquid túlhúzta. Most Igen. Azt kell mondjam, hogy ezt túlhúzta. Náluk volt az előny, nem is kicsi, óriási. Volt ugye, amiről beszéltünk, hogy ősi sárkány és baronnasor. Akkor egy kicsit talán több célpontot kellett volna elhozniuk, szerintem. Elhoztak ugyan egy inhibitort a felsősúlyen, de aztán annyira biztonságosan játszottak, annyira nem akarták túlvállalni magukat, hogy ennek most az az eredménye, hogy itt vagyunk az 51. percben, és egy 51. percig csapatharc fogja eldönteni a mérkőzést, amik ugye már folynak folyamatosan, 2-3 ember mindig meghal, de most már inkább az Echo Fox az, aki ebből jól ki tud jönni. Igen, és Froggen, amikor hazatért, megvásárolta magának az utolsó tárgyát, ami nem volt más, mint egy Rabadon halálsüvege. Eddig is nagy volt a sebzése. Már magából, az ultiából is nem is kellett kombóznia. Ezek után egy kombóval egy Pigletet simán eltüntethet. Ez az aranykülönbség táblázat, ez mindent elárul. A Team Liquid, hát ott van egy kisebb kék emelkedés, de majdnem végig tudta dominálni az aranyelőnyt, és nem is kicsit, nagyon. De ez már az 52. percben semmit nem számít. Mindenkinek megvan minden, amire szüksége lehet. Most már tényleg csak azt fogja eldönteni, hogy a csapatharcot, a következőt ki fogja tudni megnyerni, és egyelőre az Echo Fox az, aki támad. Igen, a Team Liquid csapatának pedig muszáj lesz valamiféle választ bemutatnia, muszáj lesz nekik elhozniuk egy csapatharcot. Úgy tűnik, hogy csak úgy nyerhetik meg. Itt, ha valamelyik csapat ugye nyerni akar, annak harcot kell nyernie. És az elmúlt mondjuk 15 percben a Team Liquidnek erre nem nagyon volt módja. Hát nem nagyon volt módja, illetve legjobb eredményük egy döntetlen csapatharc volt, igen, és egy most hát, muszáj lesz. Baronnasor inkább. Közben Froggen kapott egy, hát mondhatni, kis sebzés Golden Glue-tól, amit viszont hamar vissza is kap, hogy a Nidale visszatölti neki. Azért Golden Glue-ba ott a sebzés, el is használják azonnal a megváltást, így van, teljes életerő majdnem mindenki, csak Looper nem, de hát ő ugye tank.
és egy tornyot. Milyen gyorsan elhozta ezt az Echo Fox, tehát megmutatja Team Liquidnek, hogy kell ezt csinálni. Ójjaj, Ekédien megy előre, egységben az erő, zonya homokórája, közben hátul megy a háború, Looper. Ekédien volt az első gyilkos, első áldozat, Gate is meghal. Két embert veszített az Echo Fox, és csak Pigletet áldozta fel a Team Liquid eddig, de megy tovább a Team Liquid. El tudja érni? Nem. A válasz nem. Froggenfala megmenti a csapatot. Megint egy olyan csapatharc, ami nem döntött el semmit. Viszont 50 percig, hát Pigletet 60-ig, nem láthatjuk a játékosokat, akik meghaltak. Igen, majdnem egy perc az, amíg sem Akadian, sem Gate nem állhat csapat a rendelkezésére. Hopp, Lurlo nagyon szépen villant át azt a kábítást, de Froggen megint azzal a fallal. Hát Froggen olyan zónázást végez, ami nagyon-nagyon-nagyon durva, és közben el kellett használnia a Higgans sejmövet Keith-nek arra, hogy ki tudjon onnan jutni, mert Rainover lassította őt a tüskékkel. Lurlo, jaj, jaj, a fal, Lurlo, Lurlo el is, meg is halt, a úristen, de elrontották, Loopernek is vége van viszont, Kiss is meghalt, Froggen maradt egyedül az Echo Fox csapatában, Rainover, viszlát, a torony befejezte Rainovert, látjuk, hogy ez Rainovernek nem túl nagy barátja a mai napon, közben Golden Glue megy tovább, Froggen a célpont, Froggen mint nagyon ügyesen táncol, a kábítás sem rossz, annyira elég, hogy túlélhesse ezt, sikerülhet-e a válasz, nem, Froggen is meghalt, ász! A Team Liquid csapata nyerte meg, viszont Akadian és Gate vissza fognak térni, ez egy újabb inhibitorra elég, de megint nem a mérkőzést jelenti. És nem próbálja meg befejezni a mérkőzést a Team Liquid csapata. Rizikos lett volna egy. Lehet, hogy jobban teszik, igen, de pont ez a passzivitás, ez ugye már láthattuk, ahogy az elmúlt 15 perc, vagy inkább 20 percben teljesen a visszájára fordult. Nagyon megy az adokkapok, bármelyik csapat nyerhet. Viszont az, hogy ilyen helyzetbe került a Team Liquid csapata, ezt meg kell mondjam, én úgy gondolom, csak maguknak köszönhetik. Hát egyrészt maguknak, másrészt az Echo Fox nagyon ügyes védelmi játékának, amit igen, ugye zseniálisan játszott az Echo Fox ezt a, hát ezt a, nem is tudom, ezt a passzív védekezést, amit műveltek. Igen, itt látható, hogy Lurlóra kijön. Az a rengeteg sebzés, amit ugye Looper befejez, viszont a Team Liquid nem rest válaszolni, nem is egy, hanem két gyilkossággal, és ugye Golden Glue majd mindjárt érkezik be, találkozik Froggennel. Froggen túlvállalja magát, és ugye beszéltünk, itt nagyon szépen sidesteppel, de ugye beszéltünk arról, hogy egy hármas ezzel az Anéviával, hát ha most kikapnak, az egyáltalán nem rajta fog múlni, vagy az ő hibája lesz, de megint ugye egy olyan mérkőzés lehet, ahol bár óriási sebzése volt, nagyon jól kezeli Anéviát, tényleg mindenféle helyzetben nagyon sokszor mentette meg az egész csapatát egy fallal, vagy egy végső képességgel. Viszont lehet, hogy annyira mégsem effektív. Hát azért ne felejtsük el, hogy ha kikapnak, akkor még nekik persze, van egy nekik mérkőzésük, igen, tehát igen, akkor ez még nem a végét jelenti. Ott egyébként Froggen simán elhozhat egy Anéviát, ha nem tiltják el tőle. Team Liquid! Még egy baronnasabb próbálkozás most, viszont mindenki él, mert így van, védte a csapatát, nem is jött be az Echo Fox, és a Team Liquid még egy utolsó hívással meg tudja szerezni ezt a baronnasort, ami már könnyen lehet, hogy a mérkőzés fogja jelenteni. Így van, próbál támadni a Team Liquid, menekül a Fox csapata, haza akarnak térni, de a Team Liquid van közelebb a bázishoz. Hát Fox, mit teszel most? Az Echo Fox csapatának mindenképpen meg kell húzni a ravaszt. Hát vagy a Ken meg is várhatja, hogy a Team Liquid csapata hazamenjen. Nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom miért, mire várnak, mi az, amire még szükségük van, talán ugye a potik, de mindenki teljes tárgyválasztáson, a támogatókat kivéve, mindenkinél gyakorlatilag majdnem minden idézői képesség és végső képesség elérhető. Így van, látjuk az aranytávazót is, hogy mennyi aranyra rendelkeznek konkrétan. Igen. Megnézzük, hogy a Matt megvásárolt magának egy feleslegesen nagy pálcát, amit most Rabadon halásüvegévé fejlesztett közben. Tehát abban a zárában óriási sebzés lesz, és ha egy kicsit figyelünk ezekre a támogató játékos közötti különbségekre, hogy a Tamkencs teljesen arra épített, hogy a csapatát védje, hogy próbálja őket megmenteni, ezzel szemben, mert a csapata nem foglalkozik, ő sebez és megy és zónáz és zájra, ennyit tudok rá mondani. Közben pedig a középső ösvény tornya megint lassan, de biztosan fogy az életereje, hogy ez eddig az összes toronynál, és kristálynyevesző, igen, a toronyra ment ki pontosan, viszont Lurlo megy előre, Looper ragad be, Golden Glue megint elválasztja a csapatokat egymástól, Rainover kicsit talán túlvállalta magát, egyelőre ki tud jönni onnan, viszont közben meghalt Looper hátul, leesett róla az őrangyal, nem fogja ezt túlni, próbálja elhúzni a Liquid csapatát, ez egyelőre sikeres, most hal meg Looper, igen.
Hát ez nagyon kevés életerő volt aztán az alaptámadás után, de meghalt végül, és most tank nélkül van az Echo Fox. 70 másodpercig még hozzá. Elképesztő számok. Bizony. És igen, hogyha a Fox eddig jól védekezett, akkor most talán minden erejüket össze kell szedni, és egy olyan védelmet kell bemutatniuk, amit még eddig még nem is láthattunk. Hát ez nem lesz könnyű Looper nélkül, az biztos. Egységben az erő sincs, tankosság is csak gétnél elérhető, ugye jó, Ekidien és mondjuk Froggen is rendelkezik tankossággal, de ők azért nem azok a tankok, és hihetetlen, de ledölt a Nexus védő torony közben. Ekidien az anyahomokorájával próbálja túlélni, el is kell villannia, villan az egész Echo Fox. Elvillant Gate, elvillant Keith, elvillant Ökédien. Sikerült egyelőre túlélni, a romláslánca nem talál, és fél életerőn ott fogja hagyni a Team Liquid azt a Nexus tornyot. De érkeznek a minionok. Jön vissza teleport. Teleport? Nem, Lurlo haza akar térni, és teleporttal visszatérhet közben. Érkezik is. Védi ezt a minionot, a Team Liquid most akarja befejezni ezt a csatát. És megy előle Lurlo. A célpont Froggen. Gate ki tudja onnan hozni, ledölt a Nexus védő torony, és a Nexus is. Az 59. percben a Team Liquid kiegyenlít az Echo Fox-szal szemben. Hát nem kapkodták el, de sikerült. Igen, nagyon-nagyon nehéz szülés volt. De a Team Liquid csapata felállt, bebizonyította, hogy nem csak veszíteni tudnak, és véget tudnak vetni ennek a rossz szériának, bár nagyon megküzdöttek az Echo Fox csapatával. Nagyon. Hát, és ezek után milyen harmadik mérkőzés jön? Viszont... Tényleg, ez csak a második volt. Igen, ez a második volt. De, el kell mondjuk, még egyszer, a Team Liquid csapata felállt. Hát fel! Nem volt könnyű ez a felállás, sokáig tartott, az biztos. De végül megoldották, közben visszaadjuk magunkról a képet. Hát én nem tudok, nem találok szavakat egyébként most erre a mérkőzésre. Tehát nagyon jó volt, amit a Team Liquid csinált. Azt kell mondjam, hogy azok a hívások, azok a baronnasorok, az a két torony hívás, amit már többször kiemeltünk, zseniális volt. Tehát a Shadkaller szerep most nagyon megkapta azt a helyet, amit megérdemelt. Tehát az Team Liquid-en ezt eddig nem is láttuk talán. Talán a hát CLG meccs óta, mondhatjuk, hogy a CLG meccs óta ezt a fajta magabiztosságot nem láthattuk a Team Liquid-en, amit most leműveltek. És amiről beszélgettünk, sikerült elengedniük azt a nem működő kompozíciót, azt mondták, hogy oké, ez most így nem működik, akkor hozunk egy teljesen másikat, és azzal próbálunk áttörni. Kérdés, hogy nekik sikerült-e, vagy az Echo Fox tiltásai miatt voltak ugye rákényszerülve, hiszen pont az Echo Fox csapata volt az, lehet, aki például Olafot tiltotta, úgyhogy lehet, hogy az Echo Fox hát egy kis segítséget nyújtott a Team Liquid csapatának. És hát muszáj szerintem beszélnünk a két támogatóról. Uh-huh. Nem tudom, majd biztos fogunk kapni adatokat például sebzésekről. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Team Liquid csapatánál Zyra sebezte volna a legkevesebbet, sőt. Sőt, inkább a legtöbbet. Hát, ezt nem tudom, hiszen Golden Globe-ból óriási sebzés jött ki, és Piglet is nagyon elemében volt. De az biztos, hogy a Tahmkench-nek az az elképzelése, vagy a Tahmkench-el az az elképzelése, hogy ő majd megvédi a lövészt, vagy majd megvédi éppen azt, akinek szüksége van rá, nem igazán jött be. És igen, a Team Liquid csapata uralta a meccset, összekapta magát, így is. Volt egy időszak, amikor ezt az egész előnyt, ezt a szép játékot majdnem eldobták. Uh-huh. De aztán egy baronnasor hívás. Igen. Az visszafolytotta megint. Tehát azt hiszem, az ötödik baronnasorjuk ott van. Öt darab baronnasorja volt a Team Liquidnek, egy sem az Echo Foxnak, és így is 58 percig tartott, amíg azt a Nexus bedöntötték. Hát nem tudom, mit teketóriáztak ennyit, de az biztos, hogy annyira biztonságosan játszottak, de olyan nagyon, egyetlen egy túlvállalást sem akartak, semmit nem... döntöttek úgy, hogy akkor most, és akkor ott is volt például, amit te is kiemeltél, hogy ott nem mentek neki a Nexusnak végül. Nem. Ott nem, pedig nem egy csapattól láttuk, például a TSM-től, ugye még a múlt héten, hogy ezt ott meghívták, és bejött neki a Team Liquid, viszont igaz, csak két ember élt, tehát nagyon rizikós lett volna az a Nexus döntés, viszont egyenlőre nem. De aztán végül jó vége lett a Team Liquid számára. Igen, nagy kérdés, hogy a Team Liquid ezután hogy folytatja a szereplését, meg lesz-e náluk az a lélektani előny, amivel megnyerhetik ezt a szériát, vagy az Echo Fox csapata új erőre kap és összeszedi magát ezután a vereség után. Kérdések még vannak, válaszokat majd csak a következő mérkőzésben kaphatunk. Így van, én személy szerint nagyon kíváncsian várom egyébként, hogy a Team Liquidben van-e még annyi, hogy ezt meg tudják még egyszer húzni, mert most azért volt egy nagyon rossz mérkőzésük, tegnap is volt két nagyon rossz mérkőzésük, volt egy 60 perces mérkőzésük, ami azért hát lélektanilag minimum óriási teher, és közben egyébként ezt ugye megmutatnánk, hogy pontosan itt van ez, amikor ugye a tornyokat eldöntik.
Igen, a Team Liquid csapata a mérkőzés elején nagyon jól kijátszotta és megszerezte magának az arany előnyt, mind a pálya fölötti kontrollt azáltal, hogy igen, nem is egy, hanem több tornyot hoztak. És erre nagyon sokáig az Echo Fox csapatának semmiféle válasza nem volt. Tehát a Team Liquid, mondhatjuk azt, hogy a célpontokban abszolút dominálta a mérkőzés. Csapatharcokban voltak hibák, azt kell, hogy mondjam. Pozícionálásokban voltak hibák, el is kapták a Team Liquidet, de az, hogy elhoztak 5 darab baronnasort, 1 darab ősi sárkányt, és a tornyokat hihetetlen sebességgel már a játék elején, azt kell mondjam, hogy Team Liquid abszolút ugye célpontokra helyezte a fókuszt, és nem Lulur. Igen, és ugye mi is beszéltünk erről, hogy stúdión belül is, hogy Golden Glue-nak végre hoznia kéne valamit, vagy mutatnia kéne valamit, mert amit eddig láttunk tőle, az nem volt olyan jelentős. Hát ezen a meccsen Korkival azért megmutatta, hogy tud ő játszani. Már az előző is jó volt szerintem Korkival, itt pedig egy csapatharc. Ahol? Ja igen, ez volt az, amikor Lulo még teleporttal érkezett mögülük. És ugye itt már látszik az, hogy az Echo Fox csapata fel tudja venni egy csapatharcban velük a küzdelmet, viszont a Team Liquid csapata itt szerintem még elég nagy előnyben volt, és ezután mentek rá az első baronna sorra? Nem. Igen. Itt volt az, amikor Lurlo beugrott a két torony közé, és hiába villant Kiss, még így sem tudta megakadályozni, az életével fizessen. Így van, és közben ugye oké, ilyen, itt vannak a sebzések, pont ezt akartad látni. Zára nem, a legtöbb sebzés Golden Glue Korkia, azért igazad volt. Igen, de... Ahogy, a harmadik. Igen, de ahogy jól láthatjuk, Kha'Zix-ot is lesebezte, és majdnem ott volt az Echo Fox lövészével, egy szinten. Így van, az Echo Foxban ugye sebzett a középsősvény és a lövész, a dzsungelesnek is volt sebzése, de az ezzel szemben, amit a Team Liquid sebzett, hát... Ráadásul Lurlo nem is volt annyira tank. Még a mérkőzésnek a... Hát ugye közepéig nagyjából. Igen, akinek pedig egyáltalán nem volt sebzése, most ne is beszéljünk a Tamkencsről, az Looper volt, aki pedig elég hamar megvásárolta azt a Tiamatot, viszont az a 7000-es sebzés, hát szemben Maokai-nak, akinek szintén nem volt olyan nagy, de szemben azzal a 21000-es sebzéssel, hát gyakorlatilag nulla. Mondjuk azért 5 baronnasról alatt, egy ősi sárkány alatt illik sebezni, még Maokai-jal is. Persze. Azért lássuk be. Fú, hát nem egy könnyű mérkőzésen vagyunk túl. A Team Liquidnek sikerült kiegyenlítenie, és nagyon kíváncsian várom most már, hogy az Echo Fox vagy a Team Liquid nyeri ezt a mérkőzést. Mind a kettőknek szükség van erre a győzelemre. Igen. Elmegyünk egy kis pihenőre, és nem sokára jövünk a harmadik mérkőzésre. Addig is, sziasztok! Sziasztok!